Istenem, köszönöm azt, hogy Te itt vagy, és tanítasz, és Te arra hívtál el minket, hogy győzelemben járjunk, és köszönöm, hogy ez a győzelem az ott lehet Krisztusba, és mutasd meg, hogy ez hogy működik. Amen. 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 Atyám, köszönöm ezt a csodálatos estét, Istenem, köszönöm azt, amit elkészítettél, és Atyám, Te látod az én háborgó szívemet, Uram, az én lelkiállapotomat, Uram, akarok elcsendesedni benned, akarok figyelni rád, és köszönöm, hogy megbocsájtó Isten vagy, és köszönöm, hogy Uram, Te segítsz abban, hogy mindannyian át tudjuk venni, amit elkészítettél személyre szabottan, a Jézus nevében, amen. Amen. Mennyi, Atyánk, Te vagy a minden, ami számunkra. Te hozzád jövünk, mert rajtad kívül nincsen senki más. Köszönjük a Te szavadat, és köszönjük, hogy Te elkészítetted azt, amivel szólni fogsz ma hozzánk, és mi megnyitjuk a szívünket, kitárjuk a szívünket, hogy elbefogadhassuk a Te igédet Jézus nevében. Amen. 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 Úr Jézus, köszönjük neked a mai alkalmat, és valóban segíts, hogy tudjuk megérteni a Te ígédnek mélységeit, Uram, Te adj kijelentést, és hogy legyünk többek ez az alkalom által is, Úr Jézus. Te nevedbe, Atyám, amen. Drága mennyei Atyám, köszönöm ezt a mai alkalmat, és köszönöm, Uram, hogy elkészítetted, Uram, a mai napra való eledet, Uram, és kérlek, adj nyitott szíveket, Uram, halló füleket, Uram, és add, hogy betöltekezzünk veled, Uram. Köszönöm, hogy megáldasz minket, Uram, és köszönöm, hogy betöltesz minket. Jézus nevében, amen. Uram, én köszönöm, hogy részt vettek ezen a mai alkalmon, és kérlek, szólj hozzánk, Uram, segíts, hogy ne csak meghalljuk a Te szavadat, hanem el is raktározzuk, és ezt szerint tudjunk cselekedni a mindennapokban. Amen. Amen. Hálát adunk neked, mennyi atyánk, Jézus nevébe a Te ígédért, áradjon a Te ígéd, hozzon változásokat a mi életünkbe, szabadítson, gyógyítson, buzdítson és bátorítson a Szenteleked által, Uram, mai nap is, és mindenki, aki ezt hallja, Jézus nevében. Amen. 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 Új témába fogunk belemenni, de volt egy házi feladat, és az, ami már elhangzott, azokat meg új igékkel alátámasztani, ami a házi feladat volt, kikeresni a kard, győzelem, és még más igéket, ami arról szól, hogy a gonoszság le van győzve, ott hozott az Úr szabadulást, feloldozást ezen a területen, és harc, kard, győzelem, gonoszság le van győzve, ezek a kulcs igék, amiket ki kellett keresni az igében, és ebből egy olyan 5 perces hozzászólást, igei hozzászólást kérnék mindenkitől, mert ez volt a házi feladat. Akik most újonnan csatlakoztak, azok nem, de többiek ugye készültek, és ha legközelebb, ha Isten is úgy akar, és ezt együtt leszünk, akkor feltételez, hogy csak az csatlakozzon, aki készült a házi feladattal. Jó, aki foglalkozott az igével, nem csak úgy, hogy bepottyanok az alkalomra, aztán majd, hogy valahogy lesz, hanem itt komoly hozzáállást jó lenne gyakorolni, hogy közösen tanulmányozzuk az igét, és azt gyakorlati módon is véghez tudjuk vinni. Jó, és akkor megkérlek, hogy az első, aki készült, akkor az elkezdheti. Ki az, aki ezen a témán ezt a témát elkezdeni? Jó, Andrea, neked mondtad, hogy készültél, lehet? Igen, lehet. Akkor kezdem én. Ja. Tehát a gonoszság le van győzve a kereszten, és én ezt az első igeverssel alátámasztottam, a Kolossé 2. rész, 15. vers. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtuk abban. Itt Jézusról beszél, aki... Tehát az én meggyőződésem szerint, miután őt megfeszítették a kereszten, akkor ő lement a Seolba, ha jól tudom, tehát ez a megfelelő szó, és ott volt, ahol győzelmet aratott a démonok fölött, és a gonosz felett. Ott volt, hogy elvette a halál és a pokol kulcsát, és
És én még azon gondolkoztam, alátámasztottam ezt még egy másik igeverssel, hogy kik ezek a fejedelemségek tulajdonképpen, akiket Isten megszégyenített, Jézus megszégyenített, és ez az Efézus 6. rész 12. versben van, mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségnek világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a mennyei magasságban vannak. Tehát Jézus ezeket szégyenítette meg, és ezeket fegyverezte le teljesen. Jó. Hát én úgy ez az, amit úgy kiírtam ezzel kapcsolatban, hogy lefegyverezte, és utána akartam nézni annak az igeversnek, amikor lement, azt írta, hogy lement, és foglyokat vitt szabadon. Foglyokat vitt magával Jézus. Ehhez, Csongor, hogyha tudnál segíteni, hogy hol van ez, vagy melyik... Jó, egy kicsit olyan, ha szabad, akkor egy kis enyhe igazítás. Igen, kérlek. Hogy első ige, amit mondtál, az nagyon jó, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy lefegyverezte a fejedelemességeket, a hatalmasságokat, és bátran mutogatta őket, ez helyét való. A másik az, hogy ő lement a pokolba, vagy a Hádesbe, vagy a Seolba, az egy és ugyanaz. Lement, akkor ő, amikor lement, akkor nem írja az ige, hogy ott bármit is tett volna ezen a területen a lefegyverzéssel, de viszont azt írja az ige, hogy ott prédikált azoknak a tömlöcben lévő lelkeknek a Noé idejéből. Igen. Ezt ennyit tudunk, hogy aztán ott tovább mi történt, azt nem tudjuk, azt nem nyilatkozta ki az ige, úgyhogy ez egy olyan kis helyesbítés ezen a területen. Viszont el fogunk oda jutni, hogy mi is történt, hogy hogyan győzte le az ellenséget a keresztfán, úgyhogy nem úgy győzte le az ellenséget, hogy lement a pokolba, ez majd később hozzászólok ezen a tetem, csak ez a kis helyesbítés, jó? Menjünk tovább. Jó. Köszönöm. És aztán majd eljutunk ezekhez a dolgokhoz is, jó? Ki az, aki még készült? Még folytathatom, még nem fejeztem be. Persze, még hozzászólni. Igen, igen, persze, tehát ezt a két ige verset, és hát ehhez még zárójelben hozzátenném, hogy én teljes mértékben meg vagyok győződve, hogy ahogy írja az igében, hogy nem adatott néktek más jel a Jónás jelén kívül. Tehát a Jónás jele, amit Jónás átélt a hal gyomrában, akkor én azt veszem, hogy Jézus is átélte azt, mert az ő jele volt, az a szenvedéssel együtt. Én nem, meg vagyok győződve, hogy az nem volt véletlen, amit át kellett Jónás éljen ott. Igen, a Jónás, ez az én véleményem. Igen? Igen, a Jónás egy előképe volt. Nagyon sok ószövetségi előképet látunk. Egész ószövetség előképe annak, hogy mi történt a kereszten. Jóformán minden arról beszél az ószövetségben, minden jel, minden prédikáció, minden történet szinte előkészülete annak, ami megtörtént a kereszten. Az Úr Jézusnak az előkészülete. Úgyhogy ott akár jelképesen, akár konkrétan kinyilatkoztatásban, vagy akár proféciákban mind az Úr Jézusra mutat. Az egész Ószövetség. És azért lett ez így megteremtve, hogy felkészítse Isten az ő népét, a zsidó népet, hogy el fog jönni a messiás oly módon, hogy meg lesz feszítve, bűnöket fogja felvenni a keresztfára. Minden egyes történet jóformán erre utal. Ez egy, csak egy ízelítő ebben kapcsolatosan. Jó? Ugye a Jónás története is erre utal. Jó, megyünk tovább, igen. Akkor már... De, igen, tehát az, hogy igen, még van. Tehát, hogy mit jelent a harc, a kard és a győzelem számomra. Igen. És ehhez kiírtam az Efézus 6.13-at, igen. Hogy annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. És akkor ezeket úgy röviden csak hozzászólnák, hogy mit is jelent ez, az igaz lelkűséget vegyem, amikor, hogy kössem, övezzem fel derekamat igaz lelkűséggel. Tehát ez a harcnak a része. Mit jelent ez, hogy lelkiismeretes, egyenes szívű legyek, őszinte, nem alattomoskodó, nem színlelő, nem tettető. Tovább az igazság mellvasa,
hogy igaz vagyok, Jézus megigazított engem, hogy ezt magamévá tudom-e fogadni. Mert ha ezeket nem tudom, akkor fegyvertelen vagyok. A Róma a harmadik rész 24-től 26-ig. Tehát Róma harmadik rész 24-től 26-ig. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által, őt rendelte Isten engesztelő áldozatul, az ő vére által, azoknak, akik hisznek, ebben mutatta meg igazságát. Ebben mutatta meg igazságát, a korábban elkövetett bűnöket ugyanis elengedte. Elengedte türelmében, hogy a mostani időben megmutassa igazságát, mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Tehát ezt ezzel támasztottam alá, hogy az igazság melvasa, hogy el tudom-e fogadni azt, hogy meg vagyok igazulva. A felsorúzom lábaimat a békesség evangéliumának készségével, hogy kész vagyok-e hirdetni a békesség evangéliumát. Igen. A békesség örömhírét. Továbbá a hitnek pajzsa. Tehát amely minden tüzes nyillát kioltom a gonosznak. És akkor ehhez még én hozzátettem azt, hogy megtagadom a hitetlenséget. Megtagadom a hitetlenséget, és hiszek, és akkor nem a körülményekre tekintek, hanem akkor is hiszek, és ebben nagyon sokszor kellett gyakoroljam magam, hogy volt, amikor éreztem kételkedést a szívemben, vagy feltettem magamnak a kérdést, hogy de hát Isten mégis létezik, nem tudom azt mondani, hogy nem, mert látom az életemben, látom mások életében, igenis ő van. Aztán az üdvösség sisakja, amely védi az elmét. A tudat, hogy üdvösségem van. A tudat, hogy tudom, hogy megtértem, tudom, hogy, tehát, hogy megtörtént az életemben, hogy újjászülettem, és hogy a Szent Szellem bennem van. És ehhez még hozzátenném azt, hogy a Szent Szellem által van az az igevers, hogy a Róma 8.16. hogy a Szentlélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Tehát, hogyha két tanú kijelenti, az már elfogadott. Tehát a Szentlélek és az én meggyőződésem is, igenis tudnom kell, hogy bennem van az Isten szent lelke, vagy nem. Igen, és akkor van az, hogy Róma 8.14, hogy mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. Ezen még nagyon gondolkoztam, hogy a Szentlélek igenis fontos, hogy bennünk legyen, hisz nagyon élesen ki van jelentve, hogy azok Istennek gyermekei, akiket az ő szent lelke vezérel. És a János 3. rész 8. versben írja, hogy a szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a Szent Szellemtől született. Tehát én ezt úgy értem, hogy mi teljesen szabadok kell legyünk, és rá kell hagyatkozzak, ne én terveljek, hanem csak figyeljek rá, és üljek az ő jelenlétében, és ő fogja mondani, hogy mi a következő lépés. Igen, és az utolsó pedig a lélek kardja. Maga Jézus is ezzel válaszolt a sátának. Tehát Isten beszéde... bocsánat. Kint az utcáról jön ez a haj, ez a zaj. Nagyon hallatszik? Nem. Jó, oké. Tehát, hogy a lélek kardja meg új szintén fontos, tehát, hogy tanulmányozni az igét, mert ha nem tudjuk az igeverset, akkor nem tudjuk azt se, hogy mi a mi részünk, vagy miben vagyunk. Tehát, hogy kicsoda Jézus, tehát tudnunk kell az igét. Mert Jézus is, amikor meg volt kísértve a pusztában, az igével válaszolt. Igen. És akkor a győzelemhez még azt tenném hozzá, az 1 János 2. rész 13b mondatát, hogy írok néktek, ifjak, mert meggyőztétek a gonoszt.
és megnéztem ezt a meggyőztétek, hogy mit is jelent, az, hogy legyőz, győzelmet arat, felülkerekedik, erőt vesz. Rendben. Majd lesznek kérdések, amin még fog kelleni gondolkozni, megyünk tovább. Jó, Matyi, mondat készültél, akkor kérünk egy 5 percbe, hogyha bele tudsz férni ezen a teleten, és céltudatosan. Hát, én nem tudom, hogy jól értelmeztem el a házi feladatot, de ilyen félig meddig bizonsággal vagyok, hoztam igéket, és inkább az elmúlt 2-3 hétben az úr vezetett, abba a témába szeretnék beszélni, a harcról. Én úgy értelmeztem, hogy miért van, hogy a kérdés az, hogy, illetve az én mondandóm az arról szól, hogy az Úr Jézus Krisztus legyőzte a gonoszságot, győzelmet aratott a gonoszság felett, de akkor miért kell nekünk harcolni? Akkor miért van itt a harc? Olvastam egy hitetlen ember okfejtését az interneten, és arról szólt, hogy a kereszténység nem igaz azért, mert nem igaz, hogy Krisztus vére elmosta a gonoszságot, mert nézzünk körül, mindenhol gonoszság van. Ezt állította ez az illető, és ugye ő környezetében mindenhol ezt látja. Szóval az Úr Jézus Krisztushoz győzelméhez az út nyitva áll, de nekünk ezt be kell fogadni, el kell fogadnunk ezt a győzelmet. És a gonosz meg pont azt akarja megakadályozni, hogy mi ezzel a győzelemmel éljünk. Ő el akar minket távolítani Istentől és Istenek a kegyelmi ajándékától. És ez történt valószínűleg ennek a hitetlen embernek az életében. Én biztos vagyok benne, hogy az ő életében a gonoszság nincsen legyőzve. Én hoztam 2-3 igét, ami megfogott, és ez a Márk evangéliumából van, 36. rész, 35, remélem jó számoztam, ilyen sok lenne. Legyetek hát ébren, hiszen nem tudjátok, hogy a házúra mikor jön este, éjfélkor, kakasszókor vagy hajnalban. Hogy mikor hirtelen megjön, szunnyadva ne találjon titeket. Amit pedig nektek mondok, mindeneknek mondom, ébren maradjatok. Kolossi 4.2-ben is az éberségről van szó. Az imádkozásban és a hálaadásban legyetek kitartóak és éberek. Én utána néztem itt a éber szónak a görögbe, úgy hívják, hogy Gregoreo, annyit jelent, hogy ébren lenni, figyelni, szigorúan figyelmet szentelni, óvatosnak lenni és aktívnak lenni. Aztán az Efézus 6-ban is van, 6.11-től 18. részbe, én csak a végét fogom idézni. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, és legyetek éberek. És ez itt az éberség egy más szóval van megjelölve, itt azt jelenti, hogy álmatlan, de valaki, aki folyamatosan figyel. És itt egy közbevetést tennék a ritmussal kapcsolatban, összefügg. Én úgy látom, hogy minden, azok a dolgok, amik úgy jól működnek az életemben, azoknak van egy bizonyos ritmusa. A rendszeresség, van egy bizonyos rutin. Példaként mondhatnám, hogy barátság. Azok a barátságai működnek jól, ahol van egy rendszeres ritmusa neki. És azok a barátságai nem működnek jól, ahol ez a ritmus nincs meg. Így aztán, hogyha valamit így szeretném, hogy jól működjön az életemben, rájöttem, hogy annak egy időkeretet kell adni, hogy milyen időközönként teszem. Tehát kell egy rutin, kell egy ritmus. De most mit jelent ez az éberség a hitéletben? Ébernek kell lennünk, az Úrra kell figyelnünk, mert csak ő tud megvédeni bennünket. És az éberség ellankadásával jön a cselekedetekre összpontosítás. Legalábbis nálom ez így szokott lenni. Szóval nekünk a rutinunknak nem annak kell rutin legyen, hogy a bizonyos cselekedeteket rutinszerűen csinálok, hanem ahhoz, hogy győzedelmeskedjünk, egy győzedelmes életet tudjunk élni, az Úrra figyelés kell rutinná tennünk. Szóval nem cselekedetek, hanem kegyelem. Én ezt megértem most a utóbbi hetekben, elkezdett a hitem, nem is tudom, én csináltam mindent ugyanúgy a imádságot, és azt éreztem, hogy
Egyre komolyabb támadásokat kapok a gonosztól, azt éreztem, hogy az Úr úgy nem ad olyan kijelentéseket, és nem értettem, hogy mi történik most velem. Tehát azt éreztem, hogy kimondottan támadás alatt állok. És hiszem, hogy az Úr legyőzte a gonoszságot, honnan jönnek ezek a támadások. És az imában az Úr megmutatta, hogy az a probléma, hogy én elkezdtem cselekedetszerűen csinálni, tehát a cselekedetekből csináltam rutint, reggel jövök, olvasom a Bibliát, imádkozom, és képzeljétek el, hogy volt olyan, hogy imádkoztam, és azon kaptam magam, hogy azt se tudtam, hogy mit beszélek. A szám járt, a szokásos szöveggel, és azt se tudtam, hogy mit beszéltem. Vagy teljesen másokon gondolkodtam. És én azon kaptam magam, hogy én ledegradáltam az Úrral való kapcsolatomat, egy ilyen letudom kapcsolattá. És ebből meg kellett térnem, és nyilván ahogy ez így jött, úgy én a cselekedetekbe kezdtem bízni, és az támadható felület volt a gonoszságnak. Na most visszatérek itt a lépésről lépésre, hogy az Úr vezet minket, tehát azért kell ráfigyelnünk, mert az Úr nem akar nekünk mindent előre megmondani, ő lépésről lépésre vezet minket. Ha mi és a gyerekeinek nem tudjuk, valahogy megpróbálom megmondani nekik, hogy mi lesz, de nem tudják azt felfogni, tehát lépésről lépésre kell vezetni őket, illetve tanítgatni őket, és én úgy láttam, hogy az Úr is így cselekszik. Na most a gonoszságnak van a... A figyelem elterelés. Ez neki a fő. Én azt láttam, hogy én életemben is elterelte a figyelmemet az Úrtól. Tehát nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, a magatokban tekintetek, de én úgy látom, hogy a figyelem elterelés az egyik legkomolyabb, vagy a legveszélyesebb terület, és az éberség ott az, ahol igazából nálam a harc folyik. Az éberségemért folyik a harc. Ha éberségem ez lelankad, akkor ott aztán átmegy az egész egy ilyen cselekedetekké. Ha átmegy az én hitem csak cselekedetek rutinjává, akkor én valójában nem Istenbe bízok, nem kegyelembe bízok, hanem már saját magamba, tehát már emberbe bízok, és onnantól kezdve támadható vagyok. Én úgy látom így a világban, hogy az emberek félnek magukban nézni, félnek, hogy nehogy szembesülni kelljen dolgokkal, és ezért aztán mindenféle más csinálnak. Nézzük a filmeket, nézzük, hallgatjuk a zenét, csak nehogy csend legyen, nehogy magunkba kelljen. És ez egy ilyen függőséget okoz. Úgyhogy összefoglalva a dolgokat, én hoztam egy ilyen város példát is, hogy a éberségünk itt a harc az éberségünkön múlik, mert a gonosz soha nem úgy támad, hogy mindig trükköz, mindig valami trükköt fog csinálni. Nekem eszembe jutott a Budának az elfoglalása törökök által, 1541-ben volt, és a királynék elmentek a szultánhoz, az ő sát meglátogatta, a főúrak, a hadsereg egy része, és a szultán meg azt tettette, hogy ő Bécsre készül támadni. És amíg ők ott voltak, a janicsárok megszállták a Buda várát. Én bennem is sokszor van olyan kísértés, hogy úgy egy kicsit most jó lenne úgy lankadni, vagy nem odafigyelni a dolgokra, de az ige arra ösztönöz bennünket, hogy szüntelen, tehát állandóan, még egyszer visszamegyek itt az igére, hogy legyetek kitartóak és éberek, azt pedig nektek mondom, mindeneknek mondom, ébren maradjatok. Tehát én itt egy hatalmas jelentőségi dolgot találtam, én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert hiába imádkozom én reggel, délbe este, tegyük fel, hogyha délelőtt a kettő között az éberségem elmegy, és akármit beengedek. Olyan világ van, hogy jön minden, mindent állandóan figyelni kell, meg kell ítélni, hogy mi az, amit megnézek, mi az a tartalom, mert nincs minden, hogy a Pál apostol mondta, hogy minden szabad, de nincsen minden az épülésünkre. Jó, csak most már összefoglalom. Szóval, ha nem vagyunk éberek, ez elvonja a figyelmünket az Úrtól. Akkor a imádságunk és a közösségünk Istennel ilyen letudom kapcsolattá változik.
És a ilyen helyzetekben a hitéletünk vallásos cselekedetté válik. És hogyha a cselekedetek válnak rutinná, nem az Úrrá figyelés válik rutinná, akkor elkezdünk a cselekedeteinkbe bízni, és már nem az Úrba bízunk. Ha pedig a cselekedeteinkbe bízunk, akkor valójában emberbe bízunk. És itt az utolsó ige, ez az Ószövetségből van, Mikás könyvéből, 5. rész, ezt így nem tudom, hogy kiírtam, lehet, hogy kiírtam valahova, meg tudjam osztani veletek. Hát éppen ezt nem, úgyhogy mindegy, akkor elolvasom. Ez a messiásról szó, és csak annyi volt, te pedig Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőleg származik, aki uralkodni fog Izraelben. És akkor itt írja, hogy a nyáj elé áll, és legelteti az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével, akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határaig, ez lesz a békesség. Most kicsit ugrok, megment, ha Asszíria, itt Asszíria Isten ellenes erőket jelenti, megment, ha Asszíria országunkra támad, és behatol földünkre. Olyan lesz Jákob maradéka, Isten népe, a többi nép között, mint az Úrtól jövő harmat, mint a fűre hulló zápor, és itt a lényeg, mert nem emberben reménykedik, mert nem emberekbe bízik. Tehát itt így foglalnám össze én, az a saját tapasztalatomat, ezt így az Úr mutatta meg az utóbbi hetekben, hogy én elmentem egy ilyen, majdnem elmentem egy ilyen cselekedetekbe, bízásba, és abszolút az éberségem elment, és támadhatóvá váltam. Én így ennyivel készítem már. Jó, köszönjük. Akkor Boti? Igen. Szorosan ezzel a témával kapcsolatban. Andi ugye elmondta, hogy le van fegyverezve, ezt nem akarom megismételni, az nagyon jó ige. Elmondta ugye az 1 Jánosba, hogy a erősek vagyunk, mert Istenek igéje bennünk van, és ezáltal legyőztük a gonoszságot. Van egy ige, amit kiírtam, az is nagyon kedves számomra, és nagyon szeretem, ez konkrétan arról van szó, hogy már felszabadultunk a sötétségnek a hatalmából. Az a Kolossé 2.9. Azt mondja ugye, hogy illetve a Kolossé 1.13-tól kezdődik, hogy az Atya mentett meg bennünket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fia királyságába, és mert a fiú által szabadultunk meg, és kaptunk bűneinkre bocsánatot. A Kolossé 2.9-be, mert a Krisztusban lakozik Isten egész teljessége, emberi testben, ti pedig Krisztusban teljesedtetek be, Krisztus az összes uralkodó fejedelem fölött uralkodik. És ehhez kapcsolódik ugye a 2.20, mivel Krisztussal együtt ti is meghaltatok, ezért felszabadultatok a világot uraló hatalmasságok alól. A Róma 8.2-t is ide tudnám még sorolni, hogy az életnek a szelleme uralkodik bennetek, nem a halálnak, vagy a bűnnek a törvénye. És amit nem tudom, ide sorolhatom a bűnnek az erejét is. Az is a gonoszsághoz kapcsolódik? Lehet. Mert ugye a Jelenések 1.5-ben, ugye ott azt mondja, hogy Krisztus a vére áll, Jézus mindig is szeretett bennünket, és a saját vére árán véglegesen megszabadított minket a bűneinktől. Ő tett minket királysága népévé, papokká, aki Isten Jézus atyát szolgáljuk. Tehát, hogy itt igazából nem csak az, hogy leírja, hogy legyőzte, hanem bele is helyezett minket a pozícióba, a bűnnek az erejétől is megszabadított. Ugye a Róma levélben is mondja, a Róma 6-ba, hogy legyőzte Jézus a kereszthalál által a bűnnek a hatalmát.
Tehát ezt egy kicsit így összekötöttem azzal, hogy kifejezetten legyőzte a gonoszságot is, de a bűneinken keresztül is, tehát a bűneink is úgymond a gonoszságnak a munkája, és hogyha azok által is le van győzve az ember, vagy meg van erőtlenülve, akkor utóvégre eléri az embernek az ellensége a célját, tehát hogy ezt is jó, hogy az ember tudja, hogy maga a bűn is le van győzve ugye a kereszten. Nagyon fontos. Ezáltal a halál is az ellenség is elvesztette az erejét. Van még egy nagyon jó ige ugye a zsidó 2.14-ben, hogy legyőzte azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. Ez is egy nagyon jó ige. Illetve hogy az ember hogyan ültes ez gyakorlatban, és hogy jön itt a kard, meg hogy jön a harc az ellenséggel szembe, hogy például ugye tudjuk a Jakab 4.7-be, hogy rendeljétek magatokat alá Istennek, álljatok ellene az ördögnek is elfut tőletek. Ugye azon gondolkoztam, hogy itt Jakab nem arról beszél, hogy harcoljál, vagy küzdjél az ellenséggel, mert ugye tudjuk, hogy ez le van győzve, hanem azt mondja, hogy álljak ellene neki, és ő magától fog elfutni. És itt egy fajta magatartásról, vagy életstílusról beszél itt Jakab, hogy az ember először ugye alárendeli, vagy engedelmeskedik az igének, amit az Istenek igéje mond, az ember ellen kell, hogy álljon, vagy szembe kell, hogy szálljon, úgymond az Istenek igéjével, mert az Istenek igéje igazság, és az ördög, hogy jön a hazugságával, kételjével, vagy megfélemlítéssel, az ember helyt áll szilárdan az igazságnak a szempontjából, és azt írja az ige, hogy mivel az ördög tudja, hogy mi kik vagyunk Krisztusban, és tudja azt, hogy Istenek igéje igazság, ezért ha mi ellen állunk, akkor ő el fog futni, azt mondja az ige. És a kard is ugye az egyetlen támadó fegyver az Isten fegyverzete közül, a kard, mint támadó eszköz, és mivel tudjuk, hogy a szellemi lények is, a gonosz szellemi lények is ugye nem testi vagy lelki fegyverzetre van szükség, hanem szellemi fegyverzetre van szükség, és a szellemi fegyverzet az az imádság, az igeolvasás, vagy az igének a helyes használata, és azt mondja ugye a zsidó 5-ben is, hogy olyan, mint a kétélű kard, hogy ketté válassza a lelki és a szellemi dolgokat, és a kardot, mint kerestem így igébe, konkrétan azt, hogy Jézusra mondja az ige, hogy a kétélű kard jön ki a szájából. A jelenésekben ugye több helyen. És van egy konkrét rész az egyik gyülekezetnél, a pergamoni gyülekezetnél, amikor, hogy például ez szemlélteti, hogy hogyan furakodik be a sátának a taktikája, és hogy Jézus hogyan áll ellene, vagy hogyan akarja, hogy az ő gyülekezete ellenálljon a hazugságnak a karddal, hogy mondja itt a pergamoni gyülekezetnél, hogy tudja, hogy nagyon, hogy olyan helyen laknak, olyan helyen van a gyülekezet, ahol azt mondja, hogy a sátának a trónja van, tehát, hogy egy nagyon veszélyes területen van, és hogy ott megkínozzák, börtönbe vetik az Istennek a tanúit, és azt mondja, hogy ez egy nagyon jó dolog, megdicséri őket, de azt mondja, hogy van egy panaszom ellened, hogy beengedett Bálánnak a tanítását, tehát az a gyülekezet, ez egy ilyen legalizált az Istennek a mértékrendjét, vagy az igéjét, és elkezdett úgy, ahogy beszéltük a beszélgetésnek az elején, hogy a világnak a mércéje szerint elkezdett működni az egyház, beengedett különböző bűnöket, és ez lehet akár a pénz szeretete, vagy a bűnhöz való viszonyulás, és azt mondja Jézus, hogy ez nekem nem tetszik, hogy te Bálámnak, vagy az ilyen legyen akár csak, mondjuk, foglaljuk össze, legyen ez csak akár lelkiség, lelki tanítás, vagy lelkiség a gyülekezetben, nem pedig szellemi, nem pedig igei. Azt mondja Jézus, hogy az egy panaszom van, hogy megváltoztál, letértél az igaz ösvényről, és azt mondja, hogy változtasd meg a szívedet, az életedet, különben hamarosan eljövök hozzád, és számból kijövő karddal fogok harcolni ezek ellen. Tehát, hogy az Isten küld olyan embert, vagy erre arra utal, hogy olyan tanításra, igei tanításra van szükség, ami ugye levágja ezeket a hamis tanításokat, levágja ezeket a
ezeket a hamis ideákat, és mert csak ezzel tud az ember megtéréssel és igaz tanítással tud ellenállni az ördögnek a hamis tanításának, ami pusztítást tud okozni a gyülekezetben. Úgyhogy én ezt úgy értelmeztem, hogy az igének a helyes használata, azzal tudunk győzedelmeskedni ugye az ördöggel szemben, mint szellemi fegyverzettel. Igen. Jó. Jó, Rózsika, a mondjad, gonoszság amit le kész. Van győzve a kereszten. János 19.30, mikor azért elvette Jézus az ecetet, mondta, elvégeztetett, és lehajtva a fejét, kibocsátta lelki. Ez az elvégeztetett, ebben benne van, hogy legyőzte a gonoszságot, legyőzte a betegségeket, legyőzte az átkot, legyőzte a mi megváltásunkért meghalt a kereszten. 1 Péter 2.24, aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeiben gyógyultatok meg. Itt is arról van szó, hogy a bűneinket felvitte a fára, és legyőzte a gonoszságot, a bűneinket, és az ő sebeiben gyógyultunk meg. Ez azt jelenti, hogy a sebeinket is, a betegségeinket is elhordozta a keresztfán, ezt is legyőzte, és Ézsaiás 53.5-be és ő megsebesített bűneinkért megrontatott, és a mi vétkeinket békességünk büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Itt is arról van szó, hogy a vétkeinket elhordozta a bűneinkért, megrontatott a bűneinkért, hordozta a fán, és a sebeibe meggyógyulnánk, úgyhogy ezt is felvitte a keresztfára a sebeinket, a betegségeinket, és ezáltal mi gyógyultak vagyunk, hogyha elhisszük ezt, és magunkévá tesszük. Róma 4.25-ben is azt írja, hogy aki bűneinkért halálra adatot, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért, a Róma 5.6-ban, mert Krisztus, mikor még erőtlen egy palánk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Itt is nem csak a gonoszságot, hanem maga a gonosz embereket is legyőzte, meghalt értünk a gonosz emberekért, akik gonoszok voltunk a bűneink miatt, mielőtt megtértünk volna. A Róma 5.8-ba Isten pedig a hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. És ugyancsak a Kolossé 2.15-be lefegyverezvén a fejedelenségeket és hatalmasságokat, őket hátra mutogatta, diadalt lévén rajtok abban. És a Zsidó 2.14-be is, mikor tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlóképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt. Itt is arról van szó, hogy megsemmisítette az ördögöt, a hatalmát. A keresztfán, Galata 2.20-ba Krisztussal együtt megfeszítettvén, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most a testben élek, az Isten fiába való hitben élem, hogy aki szeretett engem és önmagát adta érte. Itt arról van szó, hogy ha mi is elfogadjuk a Jézus kereszthalálát, és vele együtt megfeszítjük magunkat a bűnöknek, akkor élünk a Jézussal a vele való hitben. Jó. Most egyelőre köszönjük, Rózsika, elég, meg adunk, hogy beleférünk az időbe, mert rövidig az idő nekünk. Szilárd, kérlek, röviden próbáld még akkor elmondani, ami még nem hangzott el. Igen, igen, ami már elhangzott, arra csak... Igen, ami elhangzott, arra csak utalni fogok. Jó. Szóval, mit jelent a harc?
Én is felírtam a Kolossi 2.15-öt, ugye, amit felolvastak már André is utalt rá, meg Boti. De viszont kettő harc van. Az egyik, amit az Isten csinált, vagy amit Jézus csinált a kereszten, ami el van végezve, ugye, ahogy Rózsik említette, viszont nekünk is van egy harcunk. Mert hogy az egy dolog, hogy Jézus ott a kereszten elvég legyőzte a bűnt, ugye ez meg van írva a testébe, meg akkor lefegyverezte a fejedelemséget, meg a hatalmasságokat, viszont onnantól kezd, ettől függetlenül az embernek mégis problémái vannak az életében. Lehetnek betegségek, lehetnek nehézségek, lehetnek ördögi támadások, lehetnek rossz megkötözöttségek, meg minden. És akkor úgy van, hogy azt a harcot, amit Jézusnak kellett megvívni, azt nekünk nem kell. És nem, hanem a mi harcunk az a gondolatainkban van. És valójában az a harc, hogy elhinni azt, hogy akkor is az Isten igéje az igaz, hogyha nem ezt tapasztaljuk. És a Jakab leveléből, most nem olvasom fel teljesen az igét, de ott beszél a kétkedésről, és beszél arról, hogy az ember, hát hogyha kétked, akkor állhatatlan, és azt írja, hogy két lelkű, kétfajta gondolkozás van benne. Hogy az, amit a világ mond, vagy amit érzek, amit tapasztalok, az a testi, vagy pedig amit az Isten igéje mond. És hogy az, akiben mind a kettő ez így benne van, ez nem tudja átvenni a szabadulást, a gyógyulást, meg a helyreállást. És ott írja is különben, hogy olyan, mint a hullám, és a hullám meg az az, hogy a szél akkor ide fúj, akkor oda megy, hogy oda fúj, akkor meg oda megy. Szóval állandóan a körülmények irányítják. Az Isten ezt szeretné, hogy ne ezt tapasztaljuk. És nekem van egy kérdésem, nem muszáj most csak te megválaszolni, az az, hogy ugye a szívünkkel hiszünk, de mégis ugye a gondolatainkban vannak a csaták, hogy akkor ez most így hogyan működik, meg az elménknek a megújulása által, hogy ez a fejünkben van a csata, de hogy a szívünkkel hiszünk, hogy ez hogyan, hogy tudjuk ezt, hát ugye ez hogyan működik, ezt annyira nem tudtam így felfogni. Mi a kard? Én is ugye az Efézusi levélből azt írtam föl, meg amit Bot is mondott, hogy a szájából jön ki a kard Jézusnak. Nekem ebből az a tanulság, hogy akkor tudom kardként használni az igét, hogyha kimondom. Nem csak az, hogyha olvasom magamba például, hanem az, hogyha kimondom, és akkor tudom, hogy hatással van a körülményeimre is. Természetesen hitáltal kimondom, akkor változást hoz az Istennek az igéje. És mi a győzelem? Győzelmet Jézus hozta el, és ebbe kell meggyőzni, megállni. Szóval, hogy nekem, amikor bajok voltak az álmaimmal, akkor az volt a harcom, nem az, hogy az ördöggel csatázzak, vagy nem az, hogy azok a dolgokkal, hanem az volt a harcom, hogy elhiggyem, hogy Jézus már győzött, és én is már győztes vagyok, mert ez van megírva. És nekem erre kellett a fókuszt helyezni, és nem az, hogy például a betegség a szkandírozni, vagy akármi. És én ezt láttam, hogy ebben van a harc, hogy én ezt elhiggyem, hogy ez így van valójában, és akkor Jézus érvénye tudja ezt juttatni. És vannak ilyen helyzetek, ugye ott Józsué könyvében van az, hogy kezetekbe adtam, ott is már meg volt valami ígérve, hogy már megvan, de mégis nekik kellett ugye birtokba venni a földet, hogy nekünk is valamilyen féle a harcunk, hogy Jézus megcsinálta már előre, a nagy háború már el van döntve, viszont bizonyos helyeken nekünk kell ezt érvényre juttatni egy hitáltal, és ugye meg kegyenem által, de azáltal, hogy az Isten igét gyakoroljuk és szóljuk. Részemről ennyi. Jó. Nem igazán fogunk tovább foglalkozni ezzel a szellemi harccal, mert sokáig itt lennénk, fogunk menni egy új témára. Itt azért mentünk bele ezek a házi feladatokba, hogy jó átismételni ezeket a dolgokat, amiket már átvettünk. Nagyon-nagyon fontos tudni, és egyre jobban tapasztalom azt a szolgálatba, hogy az van megírva, aki nem szabályszerűen küzd, az nem koronáztatik meg. Ugye itt egy harc, egy küzdelemről van szó. És sok érett keresztény, idős emberek, akik már 60-70 éve vannak a hitben, és nem értik meg a szellemi harcnak a lényegét, és innen hallanak valamit, onnan hallanak valamit,
ez a gyülekezet ezt csinálja, amaz azt csinálja, és elkezdenek, és utóbbi időkben elég sok olyan hívő ember hív erre a vonalra, ahol a szolgálat van, akik nagyon komoly hívők, és mégis annyira csúnyán becsapta őket az ellenség, pontosan a szellemi harcban, hogy elkezdtek harcolni az ördöggel, egyszer csak ördögcentrikusak lettek, vagy démoncentrikusak lettek, már minden sarok mögött démont láttok, már minden gondolat mögött démont láttok, már mindenben harcot láttok, és egyszerűen pszichikailag teljesen tönkre mentek. Nem egy ilyen emberrel foglalkozik mai nap is, és látták, hallották, hogy hogyan kell az ördöggel harcolni, hogyan kell az ördög ellen, a démonok ellen harcolni, elkezdték ezt gyakorolni, csinálni, és egyszer csak ők saját maguk megkötözötté váltak. Ugyan mindez, amit most mondtam, ez benne van az Istennek igébe, csak nem mindegy, hogy hogyan van ez alkalmazva az embernek az életébe. Ahogy ezek az emberek tönkrementek pszichikailag, mert nem igazán jól harcoltak, vagy nem szabályszerűen harcoltak, az ellenség tönkretette őket pszichikailag, és a gondolatvilágukban tönkretette. Ahogy ezek az emberek megértették azt az igazságot, amiről itt próbálunk beszélni, hogy az ellenséggel már nem kell harcolni, mert le van győzve, úgy harcolunk ellene, hogy már le van győzve, hogy az Úr Jézus nem nekünk kell megharcolni a harcot, hanem az Úr Jézus már megharcolt ezt a harcot helyettünk. A harc csak igazából a gondolatvilágunkban van benne, hogy elhiggyük az igazságot és a hazugságra ne figyeljünk oda, ahogy ezek az emberek elkezdték megérteni, azon nyomban kezdtek folyamatosan szabadulni a különféle megkötözöttségekből és a gonoszságokból. Ahogy már az emberek levették a tekintetüket az ellenségről, az ellenségnek a hazugságairól, és oda tették a tekintetüket az Úr Jézusra, és az ígére már kezdtek szabadulni. Csak ezt gyakorolni kell. Úgyhogy a harc az a gondolatvilágunkban van, hogy vagy engedjük, hogy az ellenség becsapjon minket különféle trükkökkel, nézd meg ezt, nézd meg azt, hát ez se alakul, az se alakul, hát megint csak érzed, hát ilyen mindenféle a dolgokkal, vagy engedjük, hogy az Úr igéjével tápláljuk a mi szívünket és gondolatainkat, és akkor az győzelemre visz minket. Úgyhogy így tudnak hívő emberek is belebonyolódni fölöslegesen azokban a harcokban, amik már megvannak nyerve a kereszten. És ezért hangsúlyozom azt, hogy a mi győzelmünk abban van, hogy már az Úr Jézus legyőzte az ellenséget, a ellenségnek a hazugságát is legyőzte, tüneteit is legyőzte, a megkötözöttséget is, és mi ezzel a győzelemmel élünk. Ezt a győzelmet hirdetjük, ezen a győzelmen gondolkozunk, ez már a miénk, és így van legyőzve az ellenség. Ez egy nagyon fontos dolog, jó? Úgyhogy az, amivel most jelenleg úgy érzed, hogy gondolatvilágodba küzdesz, úgy kezdjél el gondolkozni, hogy ezt a hazugságot már az Úr legyőzte, hozta a győzelmet, mert ugye nagyon egyszerűen megmagyarázta az Úr, és hogy megismertétek az igazságot, és az igazság megszabadított titeket. Jó? És hogy van-e a gonoszságnak ereje, vagy nincs erre ereje? A válasz nagyon egyszerű. Az új szövetségben nagyon sokszor említi az ige, hogy a gonoszságnak van ereje, hatalma, megtévesztése, egyéb más ilyen dolgok. Van neki. Úgyhogy tudnánk felhozni több igét, amikor csodákat mutat a gonoszság, ezt produkál, azt produkál, amazt produkált. De ez csak azok számára működik, akik nincsenek az Úr Jézusnak a vére alatt, akik nem ismerik Istennek igét, akik nincsenek Krisztusban és az ő tanításában és az ő igébe. Azok, akik az Úr Jézusban vannak, azok, akik Isten igébe vannak, azok, akik Isten az Úr Jézusnak a hatalmában vannak, azok számára már le van győzve az ellenség. Így kell gondolkodod ezen a területen. Jó, ezt meg kell, hogy értsed.
Mert ha ezt nem érted meg, ezt a fajta gondolkozást, ami ott van a Bibliában, akkor mindig egy állandó küzdelem, állandó harc lesz a gondolatvilágodban. Viszont, hogyha megérted, hogy már a számodra konkrétan, ki Krisztusban vagy, az ige ott lakik a szívedbe, ige ott lakik a gondolatvilágodba, ige bejött minden teleten a te életedbe, és az az ige legyőzte a tüneteket, legyőzte a betegségeket, legyőzte a hazugságokat, és ezért már nem várod a győzelmet, hanem már győztes vagy. Jó? Mert az Úrral egyesültél. Avval a győzelemmel egyesültem, amit kereszten megszerzett számodra. Így vagy győztes. Jó, nem kell neked legyőznöd a sátát, mert már le van győzve. Nem kell legyőznöd a betegséget, mert már le van győzve. Nem kell legyőznöd a hazugságot és a bűnt, mert már le van győzve. És ezt elhiszed, és így kezdesz cselekedni, így kezdesz dicsérni az Urat, akkor minden, ami támadna ellened, egyszerűen erejét veszítette ezáltal. Mert így kezdtél el gondolkozni, így kezdted el dicsérni az Urat. Megyünk egy új témába bele. Még kérdés, van ezen a teleten valami olyan dolog, amit még nem teljesen látunk, és tudnánk ezt a témát még tovább mondani, csak van-e még valami olyan nagyon fontos kérdés, amivel az ember, amit még nem látunk ezen a teleten pontosan, világosan? Valószínűleg, hogy nincsen, akkor tudjuk. Én azért felteszek pár kérdést, jó? Amint érdemes gondolkozni. Hogy Isten azt mondja, Isten igébe azt mondja, hogy egy Isten van. Ezt a zsidók is tudják, keresztény csak egy Isten van. Ugye? Így van ez a dolog. Mégis az ige azt mondja, hogy a világnak az Isten a gonoszság, a sátán. Akkor most két Isten van, vagy egy Isten van? Jó, ez egy kérdés, amin érdemes elgondolkozni. Másik kérdés. Nagyon sokszor szoktuk használni, így támad a gonoszság, meg úgy támad a gonoszság. Amikor ezt mondjuk, hogy így támad, úgy támad a gonoszság, szinte, mintha mi adnánk a fegyvereket a kezébe. Holott le van győzve. Érdekes róla elgondolkozni. Talán lehet, hogy jobb ez helyett, hogy így támad a gonoszság, úgy támad a gonoszság, használni másfajta gondolkozásmód kísért. Jó, vagy próbáljuk. Igen, mert azt mondjuk, nagyon sokszor, én is sokszor használtam ezeket a dolgokat, de én is igyekszem a gondolatokat változtatni. Vagy ha a gonoszság így támad, úgy támad, akkor ott vannak a fegyverek a kezébe. De tudjuk, hogy le van győzve, és lelettek fegyverezve. Volt valaki, aki megemlítette, hogy hát nem szükséges az ilyen szavakkal lovagolni, nem is lovaglunk, csak pontosítjuk azokat a dolgokat, hogy minél könnyebben tudjunk egy győzedelmes életet élni, amit már megígért az Úr, és kihirdetett rólunk, hogy győzedelmesek vagyunk. Volt valaki, aki mindezeket a dolgokat tudta, lebetegedett, 3 hétig egyhuzomba betegségbe volt. Eleinte ellenállt a gonoszságnak, ellenállt a betegségnek, és jobban lett, dicsőség az Úrnak. De ahogy elment munkába, megint visszaesett. Megint ellenállt, jobban lett, és ment volna munkába, megint lebetegedett. De már 3. héten már ez volt, és nem értette, mi a probléma, már megvallotta minden bűnét, már ellenállt a gonoszságnak, jobban lett, rosszabbul, jobban hívott, beszélgettünk, hogy mi a probléma ezen a teren, mit kellene csinálni, miért van még 3 hétig benne ebben a nyavajába. Miért ez mindig vissza? Hát egyszerűen a tudatlanság miatt. Hát megmondtam, nem kell, hogy érted, imádkozzak, ezt imádkoztam érte, de egyszerűen csak mondd meg, hogy az Isten ígéje szerint én már gyógyult vagyok, jelents ki, hogy a gonoszság le van győzve, tünetek le vannak győzve, ezért nem jöttök be, mert az Úr is már legyőzött téteket. Így kezdjél el imádkozni. Így kezdett el imádkozni, ezt elhitte, másnap kaptam az SMS-t, már munkába vagyok, és minden tünet elhagyott, és jól vagyok, és már dolgozott is. Ennyi volt az egész. Jó, megyünk egy új témára.
Ezt a dolgot tudnánk nagyon sokáig még forcirozni, de nem lenne elég az idő. Érdemes lenne, de sajnos kifutnánk az időből. Megyünk a legfontosabb témára, amit tudomásom szerint még nem vettünk át. Két témát vettünk. Az egyik téma az, hogy a öröklődő átkok, amik már beszéltünk, a gonoszság le van győzve, és megyünk egy új témára, hogy ami a legfontosabb téma, hogy a kereszten mi történt, hogy az Úr Jézus felvitte a bűneinket a keresztfára. Nagyon fontos téma. Ez a legfontosabb, ami csak létezik. Valaki ezt nem tudja, és ezt állandóan erről fogunk beszélni, hogy ez a szívünkbe bevésődjön, gondolatainkba bevésődjön, nem csak magunk miatt, de mások miatt is, hogyha fog szolgálni mások felé, helyesen tudja embereket az Úrhoz vezetni, helyesen tudja kezelni a bűnnek a kérdését. Van az, hogy mi is elestünk, mi is bűnbe esünk, vagy megtámad inkább valamilyen bűn, vagy inkább megkísért valami bűnt, és engedünk ezeknek a dolgoknak. Hogyan kezelni ezeket a dolgokat? Fontos. Úgyhogy a röviden az evangélium ez. Az Úr Jézus felvitte a mi bűneinket a testében, a keresztfára. Ezek a bűnök csak akkor kerülnek oda, ha megvalljuk őket, és átadjuk ezeket a bűnöket. Úgyhogy ezért nagyon fontos megvallani a bűnöket. Bűnöknek konkrét neve van. Megvallani, Uram, ezt és ezt csináltam, ezt és ezt mondtam, ennek a kísértésébe estem, vagy ennek engedtem, nem tudtam ellenállni. Bocsáss meg, Úr Jézus, megvallom ezeket a bűnöket, átadom neked, és köszönöm, hogy te ezt a testedben felvitted a keresztfára. Elfogadom a megbocsátást. Köszönöm, Úr Jézus. Hálát adok neked. Dicsőítelek, magasztallak. Jó, és utána már, ahogy meg van írva, többé már te nem emlékezel az én bűneimre, mert a keresztfán kitörölted ezeket a dolgokat. Én se fogok ezekre megemlékezni. Ha megemlékezek, vagy valaki megemlíti, Istenem, te már nem emlékezel az én bűneimre, én sem emlékezek. Aki a szekeszalvára teszi a kezét, és hátra tekint, nem alkalmas Isten országába. Nem emlékezek vissza, mert az én bűneim el vannak törölve ott a keresztfán. De ugyanilyen módon igyekszünk mások felé is ránézni. Jó? Amikor megtértünk és újjászülettünk, nem azt jelentünk, hogy már tökéletesen lettük, elkezdtünk bűn ellen harcolni, elkezdtünk már a bűn elől futni, megutáltuk a bűnöket, de itt-ott az ember elesett, és tanulunk már fennállva megmaradni. Amikor, nem tudom, hogy ki tud sienni, vagy ki nem, de amikor minket tanítottak az általános iskolában, és síkurzuson voltunk, akkor nem csak sielni tanítottak, hanem mindjárt számítottak fel az oktatók, hogy potyogni fogunk, mint a vadkörték, és tanítottak minket helyesen felállni, amikor elestünk. Az ige is tanít minket, amikor elesünk, hogy hogy tudjunk felállni. Ez fontos. Elsősorban, amikor az ember elesik, bűnbe esik, vagy megtámadja, vagy megkísérti egy bűn, és enged a bűnnek, fontos az, hogy minél hamarabb felállni abból a bűnből, nem ott maradni abban a bűnbe. Gonoszságnak az a célja, hogy odaverjen egy éket az ember és Isten közé, ne imádkozzon, ne foglalkozzon az Úrral, különféle hazugságokat be akar hozni a gondolatvilágba. Te már nem vagy méltó, látod, bűnbe estél már, hogy szégyenkezzél, hogy eltávolodjál az Úrtól, ezeket a gondolatokat akarja becsempészni, Isten már haragszik rád, már Isten nem szeret, és ezért már nem vagy méltó Isten szeretetére, mert bűnbe estél, ezt csináltad, azt csináltad, mind az ellenségnek a gondolata. És ha ezt az ember bekapja, benyeli, elhiszi, akkor már nem tud imádkozni, és gyötri a lelkiismeret, tovább mennek a dolgok, hozza tovább, a gonoszság ebben nem elégszik meg, hanem elhiteti, hogy Isten már távol van, Isten már nem szeret, és rád se néz, és meg se hallgatja az imáidat, és gyötörni kezd az ellenség lelkileg, vagy szívben, vagy gondolatban, és hozza a maga alternatíváit. Mielőtt az ember gyötri magát ezen a tegyőt, és lelkismeret furdalása van, és akarna szabadulni, akarna ezeket a terheket letenni,
akkor sokszor az és hozhatja az alkoholnak a problémát, hozhatja azt a pornográfiát, hozhatja a csalásokat, a lopásokat, vagy bármilyen más dologban, amiben az ember menekülne Istenről, és belevezeti még a bűnbe. Ez az ember még jobban megterhelődik, és legutoljára a gonoszság hozza az öngyilkosságnak a gondolatait. Ez az ő terve, ez az ő dolga. De úgy, mint a síkorzóson, minden hamarabb felkelni, igen, elesett az ember, megtanították, hogy hogyan kell talprálni, minél hamarabb imádkozni, minél gyorsabban imádkozni, minél gyorsabban felvenni a kapcsolatot az Úrral, minél hamarabb megvallani a bűnöket, minél hamarabb megkeresni újból az igéket, amik azt ígérik, hogyha megvalljuk a bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa és megtisztítson minden bűntől, elővenni a zsidókhoz írt levél, amit én megvallottam, akkor te ezt elfelejtetted, Úr Jézus, nem figyelsz rá, én se fogok erre vissza, meg elfogadtam a megbocsátást. Uram, tisztítsd meg véreddel, köszönöm, hogy megtisztítottál. Ezeket az igéket átismételni, gondolatba tartani, dicsérni ezért az, csak a gonoszságnak már nem lesz se joga, se hatalma belépni az életedbe, mert elhagy, mert az ígére támaszkod, mert megtanultál felállni azokból a dolgokból. Amikor az ember belelépett a bűnbe, jön a bűntudat. Egész addig ott van, amíg az ember meg nem vallja a bűnöket, és nem fogadja el a megbocsátást. Amikor ez megtörténik, és elkezdi dicsérni ezért az Urat, Uram, köszönöm, hogy megtisztítottál, én ezt hiszem, nem érzem, de hiszem. Köszönöm, hogy ott a kereszten megbocsátottál, köszönöm, hogy az Úr Jézus elvette ezeket a bűnöket, köszönöm, hogy az Úr Jézus eltörölte az ő vérével az én bűneimet, én ezt hiszem. Előbb-utóbb az embernek a szíve megnyugszik ezen a területen. De ha nem fogod gyakorolni, és akkor hallgatsz arra, hogy minél távolabb menni az Úrtól, megszakad a kapcsolat, az imádkozás megszakad, és a gonoszságnak könnyű dolga lesz. Bűnök mögött ott állhatnak a démonok és a démoni megkötözöttségek, és ezekkel is le kell számolni. Mondok még egy fontos dolgot, vannak bizonyos keresztény irányzatok, amik úgy tanítják, és egyre többet találkozok utóbbi időben ilyenekkel, bejönnek az emberek a gyülekezetbe, és megtanítják őket, hogyan befogadni az Úr Jézus a szívbe, hogyan elfogadni az Úr Jézust, bűnökkel nem kell törődni, nem kell foglalkozni, mert azok meg vannak bocsátva kereszten, hisz meg van írva, konkrétan ige van, de az ő nevében meg vannak bocsátva te bűneid, úgyhogy nem kell a bűnökkel foglalkozni, ezt az Úr Jézus már eltörölte, az már nincsen, te csak fogadd el az Úr Jézust. Van egy ilyen irányzat. Befogadják az emberek az Úr Jézust a szívükbe, bűnökkel nem törődnek, nem vallják meg, nem bánják meg, és élnek egy új életet, itt egy hatalmas probléma és káosz keletkezik. A tisztaság összekevéd a gonoszsággal, koszos dolgok össze vannak keverve, nincsenek megvalva, nincsenek átadva, csak úgy vannak ezzel, nem törődök vele, hát ez már nincs, ez már nem létezik. Ott vannak mögötte a gonoszságnak a megkötözöttségei szellemei, és egy hatalmas gonoszság keletkezik. Mondok egy példát. Többet is tudták, lehet, hogy kettőt vagy hármat. Most nemrég beszéltem egy hölgyel, aki felhívott, már 8 vagy 10 éve az Úrban van, és nincs neki békessége, félelmei vannak. Ezért szeretett volna imádkozni. Jól mondom, tudunk ezért imádkozni, fogunk is ezért imádkozni, de van egy kérdésem, testvérnő, meg-e vallotta már az Úr Jézus előtt a bűneit? Hát neki nem kellett, ő már az Úr Jézus ott van a szívében, már rég az Úrral jár, már 8 évvel előtt, és ment volna valami más irányba. Magyarázkodott volna össze-vissza, mondom, még egyszer megkérdezem, megvallotta az Úr Jézus előtt a bűneit, konkrétan, hangosan átadta az Úr Jézus. Nem, mert nem kell, én már az Úré vagyok régóta. Akkor, amikor megtért, megvallotta a bűnét? Nem. Mert minket úgy vezettek, hogy erre nem nincs szükség a gyülekezetben. Mondom, viszont addig nem fogunk imádkozni, még ezt a dolgot nem tesszük tisztába, meg kell vallani az Úr előtt a bűnöket, akkor most nem volt idő, megbeszéltünk egy időpontot, másnap hívjon, és akkor addig írja fel egy papírra a bűnöket, amiket meg szeretne vallani az Úrnak, és megbocsátást kérni rá. Jó, gondoltam, hogy már nem fog hívni ezen a területen, mert egy másfajta tanításban mégiscsak felhívott, és hát
elkezdte megvallani az Úrnak a bűneit. Olyan, nem fog konkrét dolgokat mondani, olyan mocskosságok jöttek elő, olyan gonoszságok jöttek elő, hogy az ember el nem gondolná. Meg itt ezeket a dolgokat konkrétan megnevezte, odavittük az Úrra, az Úr elé, feltettük az Úrnak a keresztjére ezt a dolgot, és ezekből bűnbánatot tartottunk, elhagytuk, és kértük a megbocsátást, kértük a megtisztulást ezen a teleten, és elfogadtuk a megbocsátást, és elfogadtuk a megtisztulást ezen a teleten. Utána ezek mögött a megkötözöttségek és a bűnök mögött lévő démonokat kiutasítottuk Jézus nevében, és fogadtuk a szabadulást. Ez az asszony megnyugodott, békességet kapott, és utána a végén azt mondta, erre volt szükségem. Úgyhogy itt nem volt, nem elég lett volna csak imádkozgatni, vagy imádkozni, hogy nincs békesség, akkor Uram, adj neki békességet. Nem volt elég, hogy ellenálltuk volna a félelemnek, amivel meg volt kötözve. Itt mérehatóan a gyökerek nem voltak kezelve, nem volt jó az alap az egésznek, és ez megtörtént, és megnyugodott az ő szíve és lelke. Ó, és felkiáltott, erre volt szükségem. Ez egy példa. Több ilyen példával is találkoztam utóbbi időben. És akkor csodálkozunk az, hogyha ilyenek vannak a gyülekezeteinkben, vagy közösségeinkben, hogy különféle tisztátalan szellemek is munkálkodhatnak a gyülekezetekben. Ahogy nincs rendes alap, nincsenek rendesen megvallva a bűnök, nincsenek az emberek megtisztulva, ezáltal nem is tudják elutasítani a bűn mögött lévő különféle gonosz démoni dolgokat, mert ez nem volt megcselekedve, bejönnek a gyülekezetbe, és ott különféle olyan dolgokat látunk, vagy hallunk, amit nem szeretnénk, amit nem is értünk. Azért, mert nincsenek tisztában rakva a dolgok. És ezért van az, hogy a gyülekezetben munkálkodhat Istenek szelleme is, de munkálkodhatnak különféle démonok is, amiknek keresni valójuk valójában nem lenne. Ugyanúgy volt egy ember, ezt az egyet még elmondom, mert volt egy ember, aki okkultizmusból jött. Valamikor sátánista volt. Bejött a gyülekezetbe, és ő elfogadta az Úr Jézus, nagyon tetszett neki a gyülekezet, a közösség, és ő mindig nagyon érdekelte őt a gyógyítás. És masszírozott, és nagyon tetszett mindig, a prédikációk tetszettek, és ugyannyira megszerettette magát a gyülekezettel, és a gyülekezet járt ehhez az emberhez, és adta magát a gyülekezetek a tagjai masszírozni magát ettől az embertől, meg sőt gyógyította az embereket. Hát engemet is megszólított, nem-e foglalkoznák vele, onnan persze szívesen, de kezdjük az alapnál, a bűnök megvallása az okkult dolgokból, sátánista voltál, okkult dolgokkal foglalkozzál, ezeket a bűneket mind visszük az Úr elé, megvalljuk, és ezeket a gonosz démoni dolgokat mögötte, ezeket el kell utasítani. Ó, nem, ez nem kell, én ebben már nem foglalkozok, én ezt már abba hagytam, semmiféle bűnvallás nem volt, semmiféle megtérés nem volt, csak elfogadta az Urat, és ez az ember tevékenykedett a gyülekezetbe. Mondom, testvérek, jó gondoljátok meg, hogy mentek ezután az ember után, mert ez az ember nem tette le a bűneit, nem tért meg, nem született újjá, és csinálja ezeket a dolgokat. Figyelmeztettem a gyülekezetet egyszer. Utána az ember ment máshova, ott nem fogom mondani, milyen gyülekezetbe ment, mert ott meg befogadták, látták, hogy működik a dolgok, és ott nem tudom, valami gyógyítóvá tették őt, mindenki oda járt. Ennek az embernek kerekperec oda mentem, megmondtam, barátom, te szeretlek, tisztellek téged, kedves ember vagy, de te nem tértél meg, nem születtél újjá, démonok munkálkodnak az életedbe, és ez a szolgálat nem Istentől valamit csinál. És az a gyülekezet, ahol ő ment, sokáig járt, és valami gyógyítónak hirdették őt meg ottan, és a fontos emberet ebbe a gyülekezetbe, mivel, hogy ezen a területen nem foglalkoztak a bűnöknek a megbánása, akkor problémamentesen ottan csinálták a dolgokat. És sorba ezt az embert a gyülekezetek fogadják, egy-két ember akad nagy nehezen, akinek van szellemi látása, és fölhívtak, és megkérdezek, hogy hát hogy van-e, oda járt hozzátok ez az ember, ez minden rendben van, mert érezzük, mintha nem lennének tiszták ezek a dolgok. Persze, hogy nincsenek tiszták, mert nincs is újjászületen, nincs is megtérve. Csak elfogadta a tanokat, megtanulta a
keresztény zsargonokat, menjetek hozzá, és kérdezzétek meg tőle, mondd meg nekem, kedves barátom, miből tértél meg, miből szabadított meg az Úr, milyen bűnvallást csináltál, mikor születtél újjá. Nem fog nektek tudni erre válaszolni. És a gyülekezetek hagyják, hogy ez az ember egyik gyülekezet másikba járja, és vigye be a démonokat. Jó, így történnek a gyülekezetben keverések, kavarások, meg egyéb más egyéb ilyen dolgok. Ezt csak egy példának mondtam. Jó, menjünk akkor bele a témára. A legfontosabb, a bűneink meg vannak bocsátva, és olvasunk pár igét, jó? Kérek valakit, aki az igéket fogja felolvasni. Van valaki? Szilárd, vagy Matyi, vagy Andrea? Matyi jelentkezett. Jó, Matyi, be kellene kapcsolni a mikrofont, mert így nem hallunk. Igen, én nekem a roof van. Jó, lehet, kezdjük. Gyorsan átvesszük ezeket, igéket fontos lenne, jegyezzük meg. Róma 8.3, kérlek, Matyi, olvasd el. Igenis. Oké. Okay. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor bűnét való áldozatként tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Jó, itt egyszer, nagyon egyszerűen, és megyünk tovább másik igére, leegyszerűsítem ezt az egész igét, hogy elítélte a bűnt, elítélte. Ott nem csak, hogy az Úr Jézus felvitte a bűnt a keresztvára, de ott el is ítélte, meg is ítélte azt a bűnt. És eltörölte. Ez egy fontos dolog. Nem csak felvitte, ott eltörölte. Uh-huh. Elítélte, megítélte, kárhoztatta, eltörölte a mi bűneinket. Jó, másik ige. János, 1 János 3-5. Oké. Okay. Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy ő benne nincsen bűn. Jó, tovább. Köszönöm. Elég. Elvegye a bűnöket. Ha aki nem tudja, hogy mit kell ebben kezdeni, azért mondtam ezeket a példákat, vagy ezeket a bizonságokat, hogy azt mondod, odamész az utcán, vagy bárka, az Úr Jézus elvette a te bűneidet. Hát én bűnbe vagyok. Akkor add át neki. Add át neki a bűn, és hirdess ki, az Úr Jézus elvette. Jó? Matyi, fogsz találkozni emberekkel, terheli őket a bűn, felolvasod ezt az igét, látod, az Úr Jézus elvette. Na de mit kezdjek ebben? Nagyon egyszerű, add át. Mit jelent, hogy add át, vald meg, ezt csináltam, azt csináltam, bocsáss meg, Úr, és átadom neked, és az Úr elvette. Jó? Egyszerű matematika. De ki kell mondani? Bocsi, hogy félbeszúkítom. Nekem sajnos muszáj mennem, csak elköszönök. Sziasztok! Jó, légy áldott, Tóbi, szia! Sziasztok! Yeah. Jó. Róma. 1 János. 1 János 3-5. Csak azt tudja az Úr elvenni, amit te odaadsz. Ha nem adod oda, nem veszi el. Hm. Jól van? Nézd meg, ez az asszony, akiről mondtam, hogy soha nem vallotta meg a bűneit, nem is volt békessége. Ahogy átadta, az Úr elvette, és utána lett békessége. Fontos. Róma 4.25. Aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért. Jó. Egyszerűsítem. Nem azért halt meg, mert nem sikerült neki a munkája. Sokan azt gondolják, hát szegény Úr Jézus, hát gyógyított, ezt csinált, aztán végül még hát meghalt, mert megfeszítették. Nem így. Nem így. Ki volt adva, és ami bűneinkért halt meg. Nem azért, mert nem tudod győzni, hanem ő saját maga átadta magát, és ez volt a cél. 1 Péter 2.24. Bűneinket maga vitte fel testében a fára,
hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg. Itt látjuk megint ugyanaz az ige. Elvette, fogta, fölvitte, kárhoztatta. Mindazt, amit te átadsz, mindazt, amit neked meg, amit megvallasz. Amit tartogatsz, az a tiéd. Amit átadsz, az már ott van. Ezen azért minden, ami nem odavaló a mi életünkbe. Átadni, megvallani, és az emberek, amikor megértik ennek az üzenetét, nagyon egyszerűen szoktam magyarázni, jönnek az emberek, és azt mondják, hogy hát szeretnének megtérni, vagy szeretnének szabadulni, vagy bármi más. Mondom, minden ember bűnös, ez nem újdonság, viszont most van az idő arra, hogy átadd a bűneidet. Úgyhogy mindazt, amit nem szeretnél hordozni a te életedbe, amit nem, amire szeretnél bűnbocsánatot kapni, most van a lehetőség megvallani, és közösen átadjuk az Úrnak. Amikor ezt megértik az emberek, akkor olyan dolgok jönnek elő, amit nem is gondolna az ember. Most van a lehetőség, mire szeretnél kapni megbocsátást? Mire? Mondd el. Átgondolja az ember, és ha őszinte az Úr előtt, akkor ott elkezdenek jönni a dolgok kifelé. Erre is szeretne, még arra is szeretne. És ha őszinte az ember, akkor nem kell kihúzni az emberből valamit, mind a nem tudom micsodát kihúzni. Ja, még ezt, na még gondolkozzá, nem. Amikor ott el van készítve az Úrtól és a szíve is, akkor még erre is szeretnék, még erre is, még ezt is szeretném átadni, még azt is szeretném meg valami, még ezt is szeretném, hogy megtisztítson az Úr. Jó, másik, 1 János 3.5. Azt már voltam. Bocsánat akkor. Igen, jó. Zsidó 9.26. Mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Jó, itt nézzük. Elvegye, a bűn ott ki lett végezve, vagy meg lett ítélve, és el lett törölve. Na most itt mondok egy egyszerű, hogyan értettem meg, hogy el lett törölve? Sokszor említett, mert sokat segített nekem ez a példa a saját életemből, amikor katona voltam, és abban az időben még nem voltak nagyon számítógépek, mert minden papírformában pecsét, papír, egyéb más dolgot. Amikor leszereltem, akkor kaptam egy papírt a kezembe, és ez egy olyan fajta papír volt, ami hibáim, vagy vétkeim, vagy bűneim voltak felírva, hogy mi minden gonoszságot csináltam a 2 év alatt, vagy 1,5 év alatt. Ez egy ilyen papír nyomtatvány volt, és hát minden ilyen bűn, amit az ember a katonaságon véghez vitt, akkor ott volt felsorolva. Tudomásom szerint nem csináltam semmi, legálisan nem csináltam semmit, vagy legalábbis akkor nem voltam megtérve, nem tudtam róla, hogy valamin is rajta kaptak volna, inkább így mondom. Persze volt ott mindenféle gonoszság, de ez a tiszteknek a fülébe nem jutott el. Úgyhogy nem kaptak rajta semmilyen dolgot. Mégis, ahogy néztem azt a papírt, nézem, egy rubrikában valami volt írva. Valamilyen bűnt, bűncselekményt, amit el kellett, valami oda volt írva. Csak hogy nem tudtam elolvasni az egészet, mert fekete fixel át volt húzva. Egy betűt nem láttam, de tudtam, hogy volt ott valami írva. Fogtam az egészet, nappal szembe tettem, hogy próbálj meg átvinni, hogy mi az, amire engem rajta kapta, vagy mi az, amit odaír. Nem tudtam elolvasni, és volt ott valami. De át volt húzva. Vagyis el lett törölve. Valami belekerült abba a papírdarabra, valami oda került, és utána valami oknál fogva, nem tudom mi, kihúzták. De úgy kihúzták, hogy nem tudtam elolvasni. Hm. Ez olyan, mintha valaki beírná a számítógépbe a bűnünket, jön valaki, és megjön, hogy na, delet vagy, vagy kuka, vagy nem tudom micsoda, és keresettél, nem találod, meg ki van törölve. Jó, Szilárd, az biztos elő tudná valahonnan hozni, nem tudom honnan, de csak ilyen primitív formában mondom, hogy hát én keresettem, de nem találom. Kuka ki van ürítve, minden, és lekerüld a harddiskről, meg a mit tudom én honnan. Teljesen ki van törölve. Jó, menjünk tovább. Ez mondom, Lukács 23, 34. Jézus pedig így könyörgött.
Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin. Igen. Úgyhogy az Úr Jézus miértünk könyörgött ott a kereszten. Ott imádkozott értünk, és ott fel is vitte a bűnösökért imádkozott. Úgyhogy ez történt a kereszten a bűnökkel kapcsolatosan. Ennyi volt, ami felolvasott igék ezen a teleten. Most menjünk azért a gyakorlatra plusz még. Van egy kérdésem hozzátok. Nagyon jó lesz, hogy ezeket a dolgokat azért megtanuljuk, mert szükség, hogy itt nem magunknak élünk, hanem az Úrnak élünk, hogy megtanuljunk ilyen módon embereket az Úrhoz vezetni. És sok embernek van a gonoszság ráncigatja, marcangója, és ahogy ezek az emberek átadják az életüket, és elfogadják a megbocsátást, megvallják a megbocsátást, nem csak, hogy elfogadják, hanem rákérdezel, akkor most már hiszed, hogy az Úr megbocsátott? Valld meg szavaiddal. Igen, hiszem, hogy megbocsátott az Úr. Elfogadtad? Igen, elfogadtam. Akkor most adj hálát. Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy megvan írva, én ezt elfogadtam. És ilyenkor a Szentlélek előbb-utóbb vagy órák kérése, vagy percek kérése, vagy napok kérése, de ad békességet és kegyelmet. Nem gyönyörködik a bűnösnek a halálában. Ezt fontos megtanulni. Azért beszélünk erről, vagy most tanulunk felkelni a síelésben. Hogyan kell felkelni ezekből a dolgokból, és hogyan kell segíteni másokat is felkelni ezekből a dolgokból. Akkor most adok egy kérdést. Mi van a bűnnek a következményével? Jön hozzátok egy ember, megvallotta a bűnöket, végigvezettétek őt a bűnöknek, meg elfogadta minden, megnyugodott a szíve, de a bűnnek van következménye. Vagy lehet. Mit csináljunk ezekkel? De most a bűn következménye alatt olyat értesz, hogy konkrétan nem tudom én, tegyük fel, hogy drogozott, és akkor leépült az agya, vagy hogy mondjuk rá házasságon kívüli nem életet élt, és aztán van vádlása, vagy mit értesz ez a bűn következménye alatt? Akármi, minden területen lehet bűnnek a következménye. Minden területen. Hát ott van az, hogy érvényre kell juttatni azt, amit Jézus már megcsinált. Szóval, hogy bűneink el vannak törölve, és a bűnnek a következménye is úgy kell nézni, hogy annak nincs ott keresni valója. Szóval ez nem egy méltó büntetés, amit kaptunk az miatt, mert valamit elszúrtunk, mert azok el lettek törölve, ezért a bűnök következményei se kell úgymond belenyugodnunk, hanem Isten elé vinni ezt a dolgot, és lehet, hogy például ezt meg kell harcolni hitbe, hogy le tudjuk tenni azokat a dolgokat, vagy még gyógyulni. Nagyon fontos ez a dolog. Volt egy nő, aki megtért, elfogadta az Úr Jézust, de nem teljesen értette meg az evangéliumnak a küldetését. Ezeket a dolgokat, amiről most beszélünk, nem teljesen értette meg, mert ezt többször át kell ismételni. Többször bele kell, hogy vésődjön a szívünkbe. Többször kell, hogy ezt ebben tisztában legyünk magunk felé is, de mások felé is. Megtért, befogadta, átélte az örömet, stb. Elhitte, és azt mondja nem sokára rá, hogy ó, nekem még sokat kell vezekelnem. Most mondom, miért? Hát, hogy kiengeszteljem Istent az én bűneim miatt. Vagyis nem értette meg az evangélium a dolgát. Nem értette meg rendesen, hogy nem kell már vezekelned, ha megbántod a bűneidet, úgymond az Úr Jézus vitte el a balhét helyetted. És ha te most vezekelni akarsz, mondok egy példát, megvallottad a bűneidet, és megbocsátást nyertél, és azt nem teljesen hitted el, vagy nem teljesen értetted meg, becsaphat az ellenség olyan dologgal, hogy példát mondok, idegen vallásokban megtalálható ez a fajta dolog, nem tudom, buddhistáknál, vagy a, nem tudom, nem biztos a buddhistáknál, hanem valaki keleti vallásnál, nem tudom, milyen hegyre kell csúszni, mászni, papucsot tesznek a kezükre, és nem tudom, letérdelnek, fölmennek a hegyre, lecsúsznak, lemásznak, hogy kiengeszteljék ezekkel a cselekedetekkel az ő bűneiket. Vagy fognak és felépítenek egy templomot, hogy kiengeszteljék Istent azért, hogy bűnöket, hogy el legyenek törölve a bűneik. Valami jót kell cselekedni azért, hogy Istent kiengeszteljen. Ez egy hazugság. Jó?
Ebben sose fogod tudni kiengesztelni Istent, hanem avval, hogy elfogadod az Úr Jézusnak az áldozatát, az Úr Jézusnak a vérét, az Úr Jézusnak a megbocsátását, úgy, ha megbánjuk az életünk, a bűneinket. Jó? Mert Istent már kiengesztelte az Úr Jézus. Hát, hogyha a saját cselekedeteinkben bízunk, akkor valójában emberbe bízunk. És hogyha Igen. emberbe bízunk, abba vetjük a hitünket, akkor bálványt imádunk. Jó. Mondok egy, kitalálok egy példát. Lenne egy milliómos, és mindenféle bűnöket elkövetne, prostitúciók, vagy mit tudom, milyen csalásokat, egyéb más dolgot, és elkezdené bánni ezeket a dolgokat, és ki szeretné engesztelni Isten. Hát azt mond, úgy gondolná, hogy hát most nekem van 1 millió eurom, és most ki szeretném engesztelni Istent, és akkor elkezdené a pénzét misszióra adni, támogatni a evangelizációkat, vagy karitár, vagy mit tudom én, mikre ide küldene, vagy oda küldene, vagy árvákot, vagy rákos betegekre, ilyeneket, és azt gondolná, hogy ebben a lelkiismeretét megnyugtatja. Ez egy tévedés. Ez egy tévedés. Ha meg nem tér az a milliómos, át nem megy ezeken a dolgokon, egy hamisságba esik. Csak ideiglenesen megnyugtatja a lelkét, ami úgyse lesz nyugodt. Ez a mi feladatunk ezen a területen, hogy az embereket felvilágosítsuk, hogy még hogyha fáj is a dolog, barátom, tehetsz egy jótékonysági koncertet, a kollégádnak megmondod, az árvákért, vagy a betegekért, vagy nem tudom mi, hogy a lelkiismereted megnyugtasd, így nem engesztelted Istent, hanem csak a megtérésen keresztül, hogy elfogadod az Úr Jézusnak a kereszthalálának a engesztelését. Jó, ez a leglényegesebb dolog, ami történt a kereszten. Leglényegesebb. Másik meg a bűnnek a következményei, figyeld meg, az emberek sorba betegek voltak, és az Úr Jézus meggyógyította őket. Vagyis, hogy a bűnnek a következményeit is kezdte eltávolítani. Jó, itt meglátod, bűnnek a következményeit kezdte eltávolítani, az emberek betegek voltak, és a bűnnek a következményeit is kezdte eltávolítani. Bűnnek a következményei az volt, hogy az emberek meg voltak kötözve. A bűnnek a következményeit is kezdte eltávolítani. Az emberek a bűn miatt haragosak voltak, és egymásról nem beszéltek, megtérésük után kezdtek kibékülni, a bűnnek a következményeit is kezdte eltávolítani, helyreállítani. Jó? Úgyhogy megint csak belefutunk egy olyan fajta dologba, hogy valaki valamilyen bűnt cselekedett, és úgy gondolja, hogy mindenkinek megbocsátod, de saját magának nem fog megbocsátani, mert ez neki jár. És akkor így nem fog megbocsátani saját magának, mert ez tudja, hogy bűnt követett el. Ez egy hazugság és gonoszság. Ugyanúgy magának is meg kell bocsátani az ember. Ha nem fogsz magadnak meg tudni megbocsátani Isten segítségével, akkor egérjukat hadsz, hogy az ellenség ott munkálkodjon. Jó, időnk lejárt, ne haragudjatok, muszáj összesűríteni, meggyorsítani a dolgokat, hogy beleférjünk ebbe a dologba. Kérek, hogy röviden imádkozzunk ezen a területen, ti még maradjatok, én becsatlakozok. Jó, Boti, kezd el, és akkor mindenki röviden imádkozzon. Drága mennyi atyánk, Jézus nevében köszönjük neked a mai estét, Uram, az igéket, ezeket a pontot, területeket, amiken keresztül akarsz minket tanítani és mélyíteni a mi ismeretünket te benned, Uram, adj nekünk még több kijelentést, Uram, és betekintést a titkok titkába, te beléd, Úr Jézus, és segíts, ezeket tudjuk alkalmazni megfelelően, szabályszerűen, Uram, a te dicsőségedre, a mi épülésünkre, más emberek szabadulására is, Uram, te dicsőségedre, Jézus nevű imádjám. Amen. Amen. Mennyi atyánk, megköszönjük neked ezt az alkalmat. Köszönjük, hogy te a drága fiadat odaadtad miértünk. És köszönjük, Úr Jézus, hogy te általad a bűn elítéltetett, hogy te elvetted a bűneinket, mi átadhattuk neked a mi bűneinket. Köszönjük, hogy te önmagad odaadtad. Köszönjük, hogy te elvetted mi tőlünk, és te magad felvitted a keresztfára a bűnöket.
Téged dicsőítünk és magasztalunk, köszönjük, Úrunk, hogy Te értünk imádkoztál ott a kereszten, és annak ellenére, hogy Te bűrt nem ismertél, mégis Te lettél bűné, mi értünk. Dicsőítünk és magasztalunk, és hálásan köszönjük ezt neked, Úr Jézus. Amen. Amen. Atyám, hálát adok neked ezért az üzenetért. Köszönöm, amit megértettem. Köszönöm, amit át tudtam venni. Uram, és köszönöm, hogy az én testvéreimre is, Uram, ugyanolyan gondod van, Uram, és mindenki, Uram, kapott. Senki nem megy el üres kézzel a mai estéről. A Jézus nevében, amen. Amen. Hálát adok azért, hogy ott a kereszten győzött Jézus, és ott valójában egy új dolog jött létre, ami nem volt eddig, és köszönöm azt, hogy nem kell, hogy a múltunkba turkáljunk, hogy az le lehetett rendezve is. És mármint, hogy amikor visszajönnek a múltban levő dolgok, azokra úgy tekinthetünk, hogy az már a múlt, mert Jézus már legyőzte azt a bűnt és ennek a következményeit is. Mutasd meg, hogy a hétköznapokban ezt hogyan tudjuk alkalmazni, így Jézusnak a tanítványai, mert erre hívtál minket, hogy állhatatos szívvel meghallgassuk, jó szívvel meghallgassuk a te igédet, ezt birtokba vegyük, és állhatatossággal gyümölcsöt teremjünk. Köszönöm, hogy ebben vezetsz minket, és a te győzelmed az mi életünkben egyre jobban kiteljesedhet. Jézus nevében. Amen. Amen. Drága mennyei atyám, köszönöm ezt a mai alkalmat, és köszönöm, Uram, az elhangzott igéket, köszönöm, Uram, a táplálékot, amivel tápláltál minket, Uram. És kérlek, Uram, add, hogy tudjuk ezt bevinni az életünkbe, ezt az elhangzottakat, Uram, és hogy ezt szerint éljünk, a Jézus nevében, amen. 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 Uram, én is köszönöm, és hálát adok, hogy későn is, de itt lehetek. Köszönöm, Uram, a te kereszt áldozatodat, hálát adunk mindazért, ami ott megtörtént. Én vágyom, Uram, hogy teljesen mindent átvéve, megértve, és ugyanígy a testvéreim, és ad, hogy Uram, meg tudjuk ezt érteni, és gyakorlatba tenni az Úr Jézus nevében. Amen. 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 Drága mennyi atyánk, Jézus nevében jöjjünk hozzád, Urunk, és kérünk, hozd elénk minden olyan bűnt, amit még meg kell vallanunk, át kell adnunk, és megbocsátást kell elfogadnunk. Köszönjük, hogy küldted a Szent Szellemed, ami segít ebben, és ezekből az elhangzott dolgokból, és igékből, és tanításokból segíts, hogy így összeállítsuk, és így tudjuk megbánni a minden bűnünket, és elfogadni ezt a megbocsátást, továbbadni, átélni a szabadításnak az örömét, hogy a véreddel megtisztítottál és megmostál. Köszönjük, Urunk, Jézus nevében. Amen. 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 Házi feladat. Legközelebb, ha Isten is úgy akar és találkozunk, akkor elkészíteni egy olyan imát, ezekből a meghallgatni ismét ezt a tanítást, ezeket a tanításokat, ezeket az igéket, és készítsél el egy rövid imát, hogy ha lenne előtted már egy olyan ember, aki megtérésre kész, és szeretne megtérni, hogy hogyan tudnád őt ilyen módon az Úrhoz vezetni. Jó? Úgyhogy ezt az imát már nem olvasni, nem előveszed a cetlédet és elkezded olvasni, az nem érvényes, az puskázás. Jó? Hanem azt már ott legyen a szívedbe és gondolatodba, ez az ima, és elmondod. Fogjuk ezt gyakorolni, jó? Nem tudhatod, hogy ha tényleg ima, Uram, szeretnék valakit az Úrhoz vezetni, akkor olyan gondolod, Isten tud vezetni valakit majd hozzád, és el tudod magyarázni, és már akkor azt mondod neki, hogy ismételd utánam, és akkor el fogja ismételni utánad, jó? Mindezeket tedd bele, nem olvassuk, szívbe ott van, és ahogy fogjuk hallgatni egymást imáit, akkor már fogsz épülni az egyiknek, hogy ha ezt még kifejtettem, ez jó lenne, ezt még beletennem, jó? Ilyen módon. Rendben? Ez a házi feladat. És na, hát ennyi. Volt mi neked csomor olyan ige, gonoszság le van győzve, ami nem hangzott el?
Gondolom, hogy volt, de már nem akarnák ez a témához visszamenni, mert most nem akarom a két témát keveredni, de gondolom, hogy még voltak. De most hirtelen, most nem tudom pontosan, de még voltak, igen. Okay. Jó? Ne haragudjatok, megyek, rohanok, Isten áldjon titeket. Köszönjük, Csongor, köszönjük. Sziasztok, legyetek áldottak. Szia, szia. Szia, Csongor.